Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk, hogyan érintik a koronavírus járvány miatti szigorítások a baranyai és tolnai sportegyesületeket. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Az íjászat is kárvallottja lett a vírus terjedésének. Nem csak a nyári hazai versenyeket törölték véglegesen, hanem mindkét idei világversenyt, az Európa-bajnokságot és a világbajnokságot is. Utóbbit Szekszárdon rendezték volna augusztusban. A szervezőbizottságnak a jövő évben esedékes világbajnokságot tekintve a helyzeti előnye megmaradt a korábban kandidáló magyar városokkal szemben, de újra tárgyalni kell a szekszárdi önkormányzattal és a támogatókkal az általuk biztosított pénzügyi és más természetű garanciákkal kapcsolatosan. Kivárt egy jó ideig a Nemzetközi IASZ Szövetség az idei világversenyekkel kapcsolatosan, de a közeli napokban megszületett a végső döntés. Miszerint elmarad az idén mind az Európa-bajnokság, mind a világbajnokság. Ez utóbbi, mint arról korábban már beszámoltunk, a Szekszárd melletti sötét völgyben került volna megrendezésre. A világbajnokságot, ami 2020. augusztus 9-től 15-ig zajlott volna Szekszárdon és sötét völgyben, egy évvel később kerül megrendezésre. A pontos időpont és helyszín tekintetében még nem tudunk nyilatkozni, hiszen az eddigi együttműködőinkkel is ugye ezt meg kell beszélni, és egyességet kell kötni, hogy ezt hogyan és milyen formában tudjuk megrendezni. Tekintettel arra, hogy az idén Európa-bajnokság is elmarad, a Nemzetközi Szövetség a napokban úgy döntött, amire eddig még nem volt példa, hogy jövőre az EB és a VB együtt egy helyszínen lesz a 3D-s kategóriába. Szekszárd, amely elnyerte már az idén a rendezési jogot, ha nem áll el ettől a szándékától, jó eséllyel pályázhat újra a sportág történeti csúcsesemény megrendezésére. Még nincs meg az együttes EB-VB konkrét időpontja, a kandidálás előtt a Szekszárdi Szervezőbizottság elnökének, korábbi kitűnő IASZ-nak, Alexandra Maneának újra le kell ülnie tárgyalnia a szekszárdi városvezetéssel, a szponzorokkal, egyéb segítőkkel, tudják-e vállalni a világverseny megrendezésével járó költségeket az új helyzetben. Szekszárdnak ugyanis voltak és vannak is továbbra komoly versenytársai a rendezést illetően. Az eddigi együttműködőkkel, várossal meg kell kötni újra a szerződéseket. Természetesen én szeretném, hogy Szekszárdra kerüljön újra ez a óriási rendezvény, mert ez egy nagy lehetőség itt nem csak Szekszárdnak, hanem a környéknek sok mindenféle szempontból. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen gazdasági helyzet után, ami ez az újfajta koronavírus miatt ugye kialakul, pont még jól is jöhetne itt a helyi gazdaságnak. Eredetileg egri helyszínnel nyerte el a Magyar Szövetség a VB rendezését, és több idegenforgalmi vonzerővel bíró magyar város is azonnal rástartolna a rendezésre, ha újra szabad lenne a pálya e tekintetben. Vannak azért itt más városok, akik ugyanilyen jó feltételekkel rendelkeznek szakmailag, mint például akár Visegrád vagy Sopron, ahol egy ilyen világversenyt le lehet bonyolítani. Szekszárdnak az itteni IASZ élet szervezettsége, sötét völgy, páratlan adottságai, a bemutatott versenypályák színvonala okán megvan az esélye arra, hogy minden idők legnagyobb IASZ VB-jének legyen a helyszíne jövőre. 6 pályát terveztünk fölépíteni, 3 pályát a Tolnai Tájak IASZ Egyesület, 3 pályát pedig az Aliszka Nyilai IASZ Egyesület, mind a ketten nagyon erős klubok itt Szekszárdon, és az ő szakmai munkájukkal ez egy abszolút sikeres dolog tud lenni. Ugye Szekszárd és Sötét Völgynek a specialitása az, hogy egy bázissal mind a 6 pályát föl lehet építeni. Az 1992-es szekszárdi súlyemelő Európa-bajnoksághoz hasonlóan komoly turisztikai hatása is lenne az IASZ VB-nek. A kísérőkkel együtt közel 1500 ember érkezne több napra Szekszárdra, illetve környékére.
Úgy tűnik, tovább erősödhet a szinte csak saját nevelésű játékosokból álló szekszárdi fekete gólyák MB2-es női kézilabda csapat a következő idényre. Egy kulcsjátékos távozik, de legalább három itteni nevelésű térhet haza a dolgok jelen állása szerint a másodosztály megnyerését is célul tűző csapathoz, melynek egyik nagy riválisa minden bizonnyal a pécsi Peac lesz. A klub a napokban TAO források kihasználásával egy új mikrobusszal gazdagodott. Ha egy nappal később rendeli el a kormány a kijárási tilalmat, sor kerülhetett volna a tavasz egyik legnagyobb rangadójára a kézilabda MB2 délnyugati csoportjában. A Peac szekszárd ütközetre, ami a második hely megszerzése szempontjából amolyan 6 pontos meccsnek számított volna. Bánják ezt Tolnában és Baranyában is, annak ellenére, hogy a végeredmény senkinek sem okozott volna örömet, mint utólag kiderült, lévén, hogy lefújta a szövetség a most futó teljes bajnoki évet minden osztályban. Miután már sosem derül ki, meg tudta volna-e előzni a harmadik helyen álló fekete gólyák KC nagy riválisát, a második helyet elfoglaló Peacot. Ott szakadt meg a bajnokság, és fújták le az egészet, és gyakorlatilag anulálták az eddigi eredményeket. Ez nyilván mindenkinek fáj. A közelinek is nevezhető cél a szekszárdi női kézilabdában az NB1B-be történő visszakerülés. A második vonalba, ahol fél évtizeddel ezelőtt még bajnokként uralkodó volt Tabajdi Ferenc csapata. Az első lépéseket megtették a gólyák. Saját utánpótlás nevelésből kiképezték az NB1B-s szintet már elérő, illetve ahhoz közelítő játékosokat. Olybá tűnik, több időközben más csapathoz távozó szekszárdi nevelésű játékosok is erősen gondolkodnak a visszatérésben. Ha így lesz, jövőre megcélozhatják akár az MB2 megnyerését is, és az MB1B-ben való helytállás sem igényel több olyan rutinos játékos leigazolását, amire anyagi forrásaik a későbbiek során sem lennének. A társasági adóval jól sáfárkodtak, mit jól, kitűnően a gólyák, lesz olyan pénzmaradványuk, ami többletet jelent a jövő évi költségvetésben. Terembérletet nem fizetünk, utazási költség nincs, tehát lesz egy maradványunk ebből az évadból, amit tovább vihetünk. A következő évre jóvá hagyták már a látványcsapatsport támogatásunkat, ott is ilyen nagyságrendileg 110 millió forint, amit jóvá hagytak a részünkre, és van egy ígéretünk már most ebben a pillanatban, hogy egy ilyen 50-90 millió közötti összeget májusban le is tudunk hívni. Tehát úgy gondolom, hogy az anyagi feltételeink azok jók, tehát azokkal nem leszünk bajba. Hát nyilván itt a nagy kérdés az, hogy mikor indulhat újra, de nagyon bízom benne, hogy augusztusban konszolidálódik annyira ez a helyzet, hogy el tudnak kezdeni dolgozni a játékosok. A fekete gólyák KC nem szorul ezek után gépjárművel rendelkező szállítást végző kisiparosokra. A társasági adóból bejövő újabb pénzek révén hamarosan 2 mikrobusz szállítja az őszi mérkőzésekre a serdülőtől a felnőttekig a különböző korosztályú csapatokat. A 2 mikrobusz egyike a Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtott pályázat révén már a napokban meg is érkezett begördült Szekszárdra. És itt lesz néhány napon belül a másik is. Ma még nem lehet sejteni sem, pláne tudni, hány csapat lesz a bajnoki címre esélyes a 2020-21-es MB2-es bajnokság délnyugati csoportjában. Ahogy az várható volt, visszatért nevelő egyesületéhez, az atomerőmű SF férfi kosárlabda csapatához Gulyás Milán, a legendás Gulyás Róbert fia, aki a fejlődése a több játék lehetőség miatt 2 évvel ezelőtt a Zalaegerszegi TE csapatához igazolt. A magasbedobó aktív résztvevője a napokban megkezdett szabadtéri, illetve termi kiscsoportos labdás edzéseknek. Az alma tényleg nem esett messze a fájától. A kisgulyás, vagyis a szó igazi és átvitt értelmében is a magyar férfi kosárlabdázásban válogatott és klubszinten egyaránt maradandót alkotó nagy Gulyás Róbert, szintén kosaras fia, 2 év zalaegerszegi kitérő után hazatért Paksra nevelőegyesületéhez, az ASE-hez. Ahogy egészen fiatal síhederként eltervezte azt a 194 centire nőtt bedobó, úgy érzi,
az ottani több játék lehetőség, mint amennyit Pakson kaphatott volna, kellőképpen szolgálta fejlődését azon az úton, hogy egy komoly célokat kitűző csapatban is megállja majd a helyét. Az ASE bőven ezek közé tartozik. Nem az, hogy 2-3 percekre beállt az ember a meccs végén, hanem hogy tényleg meghatározó szituációkban is a pályán lehettem, ezt szerintem eléggé fontos lehet a karrierem szempontjából. Ahhoz, hogy az ITL-ben ne csak párperces epizód szerepei legyenek, hanem a szurkolókban elismerést kiváltó megoldásai is, abban a ZT-ben játszó ex-paksi Szabó Zsolt is segítette, mind a hétköznapokon, mind a mérkőzéseken, akinek ma is hálás ezért, de nem csak neki, a többieknek is. Egyszer a Szombathely ellen sikerült győznünk hosszabbításba, ami nagyon fontos volt így számunkra, mind lelkileg, mind a számokba. És a Szolnok ellen játszottunk idén egy mérkőzést, ahol eléggé fokhias csapat, de sikerült győzelmet kiharcolnunk a meccs végére. Ezzel a névvel a Paksba szerepelni első blikre hálás, de inkább összességében lelki terhet jelentő édesapja Gulyás Róbert sokak által ismert nagyívű pályafutás okán. Milán Amondó eddig is tudta, hazatérve is tudni fogja ezt a tényt pszichésen kezelni. Már csak azért is, mert ő más alkat, mint édesapja, és ugyebár más poszton is játszik. Azt, hogy ezzel a névvel játszok, az igazából nem nagyon változtat számomra semmit. Igazából aki egy kicsit is ért hozzá, nem hasonlít minket össze, hiszen teljesen más poszton játszunk. Sok mindenben kiszoktam kérni a véleményét, és meghallgattam a tanácsait, de nyilván mindig elmondja, hogy az én döntésem lesz, és örül, hogyha tud tanácsot adni. Próbál mindenben segíteni, de hogy nekem kell eldöntsem a legvégén. Úgy látja, a mostanra már kialakult magyar mag, akikkel újra szerződést kötött a klubvezetés, és a régi és az újonnan érkező külföldiek garanciát jelentenek arra, hogy remek csapata lehet az ASE-nek a következő szezonra. Szerintem egy jó magyar mag lesz. A légősokról egyelőre még nem tudok semmit mondani, mert én arra nem tudok semmit, de remélhetőleg egy jó csapat fog összejönni, igen. Gulyás Milán meglátásai szerint a 2020-21-es egyelőre reménybeli bajnokság ugyanolyan, vagy még kiegyenlítettebb lesz legalább 6 megközelítőleg azonos erősségű csapattal, nem lesz egy vagy két a mezőnyből kiemelkedő csapat, mint a távolabbi múltban volt. Bízom abban, hogy minden csapat erősödni fog, és hogy nem lesz az, hogy 3-4 csapat elő nagyon erős, és a vége kevésbé, hanem az, hogy egy erős bajnokság lesz, mindegyik csapat tud majd meglepetést okozni. A hazatérő saját nevelésű, az igazi nagy bemutatkozás előtt levő játékos labdaéjsége csillapítására már részvevője az egyelőre még csak kis csoportos edzéseknek. Már zajlanak a Tolnatáj televízióban futó Karantén Fitness című sorozat következő részeinek felvételei. Az otthonmaradók minden reggel és délután profi edző segítségével mozoghatnak, hogy megőrizzék formájukat. Stábunk a forgatáson járt. Kenreit Henrietta edző vezetésével a Karantén Fitness című sorozat folytatását veszi fel stábunk. Nem megerőltető mozdulatsorokból állította össze edzéstervét a fitness edző. Így kortól és nemtől függetlenül bárki, akár otthonában, a tévé előtt is elvégezheti egészsége megőrzése érdekében a mozgássort. Tehát a Csapból is azt halljuk, hogy a sportnak jótékony hatásait az edzők csak sorolják, de tényleg nagyon-nagyon fontos kiemelni, hogy a legfontosabb a szorongást előzi, depressziót előzi, blokkolja azokat a stressz hormonokat, ami főleg ebben a jelen helyzetben ugye kialakul mindenkinél. Mozgásszervi betegségeknél nagyon fontos, hogy odafigyeljünk arra, hogy mit mozgunk. Ezek az átmozgató edzések, amit a múltkor láthattak a nézők, ezek pont ilyen kíméletes mozgások voltak. Most majd tovább fogunk haladni, és alapozó edzéseket fogunk csinálni, de itt is mindenhol mutatni fogom a könnyített verziót. Tehát kortól, nemtől függetlenül férfiak, nők, gyerekek, kicsik, akár 4 éves kortól kezdve, mert tudom a visszajelzésekből, hogy a 4 éves kisgyerekek utánozzák a mozgásformát, és nagyon-nagyon ügyesek. Egészen tényleg nyugdíjasok is, mert járnak is hozzám amúgy normál esetben nyugdíjasok is, simán végezhetik ezeket a mozgásformákat. A koronavírus miatt országszerte bezártak az edzőtermek. Az otthoni mozgás viszont elengedhetetlen egészségünk fenntartásában és megőrzésében, mondta Kenyrát Henrietta. Szerinte az otthonmaradók mozgásra való motiválását is segíti a Tolnatáj televízión közvetített Karantén Fitness sorozat. Tényleg nagyon sokan nézték, én nagyon bízom benne, hogy nem csak nézték, hanem végig is csinálták ezeket a feladatokat. Megköszönték, hogy létezik egyáltalán, hogy
felhívtuk a figyelmet arra, hogy tényleg a mozgást iktassuk be a mindennapokba, mert ezt nem győzünk hangsúlyozni mi edzők, hogy a rendszeres mozgásnál fontosabb nincsen sem akkor, amikor egészségről beszélünk, sem akkor, amikor ilyen helyzet alakul ki. Tehát mindig fontos, és a fokozatosság elvét pedig be kell tartani. Ne akarjon egy 20 éve nem mozgó ember majd most az alapozó edzés legnehezebb feladatát, nehezített feladatát megoldani, hanem próbálja fokozatosan felépíteni, én ebbe próbálok segíteni. Telefonon is jöttek visszajelzések, ugye elektronikus úton is, azon kívül, hogy megköszönték, és dicsérő szavakkal illettek, ami meglepő volt, hogy nem volt negatív komment, tehát, hogy követhető volt, ez volt az egyik, hogy abszolút követhető, hogy mindenki számára elsajátítható volt, és hogy élvezhető volt. Én próbálok figyelni arra, hogy majd egy kis instrukcióval és több mosolyjal még több embert felállíthassak a kanapéról. Az edző felhívta a figyelmet, hogy a rendszeres sport nem csak az izmokat erősíti, hanem az immunrendszerre is jótékony hatással van. A Tolnatáj televízió adásában hétköznaponként reggel 8 órától nézhető a Karantén Fitness edzéssorozat, illetve bármikor visszanézhető a Tolnatáj televízió YouTube csatornáján vagy Facebook oldalán. A versenyszezon kezdete előtt zártak be a tornatermek, és tértek át az egyéni online edzésmunkára a tornászok. A kemény munka mellett kihívásokkal is motiválják egymást. A PSN ZRT egyik versenyzője például a világ legjobb tornásznője kihívását teljesítette. Az amerikai Simone Biles kézállás helyzetben levette a melegítő alsóját, Bogi pedig megdöntötte a rekordot. Trombitás Hanna a Torna Diák Olimpia megyei döntőjén nagyon boldog volt, hogy ütőképes, jó csapattal tudtak kiállni. Az azt követő országos elődöntőn másodikak lettek, de a koronavírus járvány terjedése miatt az országos fordulót már nem rendezték meg. A Magyar Diák Sport Szövetség pedig közleményben tájékoztatta az érintetteket, hogy a 2019-20-as Diák Olimpiai szezont befejezetnek nyilvánítja. Az MDS közleménye szerint kizárólag a lezajlott országos fordulók eredménye alapján állítanak ki igazolást a felsőoktatási felvételi eljárás során érvényesíthető többletpontokról, így tornasportágban nem. Ez nem túlságosan jól érint engem, mivel így, hogy eltörölték a döntőt, így senkinek nem osztják ki a 10 pontot. És nyilván én számítottam erre a 10 pontra, meg a csapattársaim is számítottak rá. Most 11-es vagyok, úgyhogy még lesz egy évem jövőre, de az azért sokkal nagyobb stressz ott az érettségi előtt a Diákolimpián versenyezni, tudva azt, hogy ez az utolsó, és ezért szerettem volna, hogyha ez előbb megvan, de hát így jött ki. Jó esélyeink voltak, hogyha az elődöntők eredményei alapján az egész országban másodikak lettünk. Szóval szerintem voltak esélyünk, ugyan előző évben nem sikerült benne lenni az első háromba, de idén erősebbnek éreztem a csapatot, és ezért úgy gondoltam, hogy éreztem, hogy idén ez meg lehet, de hát nem sikerült. 6 hete online edzésekkel készülnek a PSN ZRT versenytornászai. Hanna, aki nem csak a diákolimpiákon, hanem a szövetségi versenyeken is szép eredményeket ért már el, a többi tornászhoz hasonlóan edzésterv alapján készül egyedül. Itthon szoktam edzeni, az edzői minden héten küldik a feladatokat, és erről nekünk visszajelzést is kell adni, vagy videó, vagy valami szöveges formában, és ez napi egy-másfél órát vesz igénybe, amíg én itt edzegetek. Szeretném folytatni, mert tudom, hogy a mozgás az nagyon fontos, és én nagyon szeretem a tornát, ezért egyetemen, vagy hát gimnázium után is próbálnám ezt folytatni. Nem tudom, hogy ez mennyire fog sikerülni, nem tudom, hogy az egyetemen mennyi időm lesz, de tudom, hogy más formáját a sportnak nem csinálnám ilyen szívesen. A szakemberek véleménye az, hogy ebben a helyzetben fejlődni nem lehet, maximum az erőálló képességet lehet szinten tartani.
Pont március 19-e, 20-a, valahogy így kezdtünk volna, és ugye a 15-i héttel megbezártunk. Úgyhogy tulajdonképpen most kaptunk a szövetségtől egy e-mailt, hogy május 31-ig törölve van az összes verseny, és hát az őszieket meglátjuk, hogy azt meg tudjuk-e egyáltalán csinálni, vagy meg tudják-e tartani. Úgyhogy nekünk ez most nagyon nagy kiesés, mert most jutottunk el oda 25-30 év után, hogy újra serdülő egyet tudtunk volna indítani, és most kezdtük volna el, úgyhogy hát talán ősszel reménykedünk. Szerintem nem lesz lemorzsolódás, nekünk 10 versenyzőnk van tulajdonképpen, ami 2 korcsoportot ölel fel, illetve a Hanna, trombitás Hanna, aki a felnőtt 2-be indul, ő az egy versenyzőnk van már felnőtt. Szerintem nagyon szépen dolgoznak, mivel itt azért 10-11-12 éves gyerekekről van szó, ugye a Hannát kivéve, ők nagyon lelkesek még, és nagyon szeretnének már jönni, meg kezdeni, úgyhogy mindig kérdezik, hogy mikor kezdhetünk, mert remélem nem veszítünk el senkit. Hát ugye ez egy olyan technikai sport, amit minden nap kéne csinálni, nincsen se korlát, se ugrás, se nagy talaj, otthon se gerenda. Vannak pici gerendák, azért azon próbálkoznak a lányok, meg én mondom, hogy a gerenda gyakorlatot meg kell csinálni, azt el is küldik, de hát nyilván nem gerendán tudják megcsinálni. Ilyen alaptechnikai elemeket tudunk gyakorolni, és akkor én beszélgetek, meg hát tartjuk a kapcsolatot ugye a válogatott, a korosztályos válogatott edzőjével, más kollégákkal is, és ők is azt mondták, hogy az erőlétnek kell meglenni, nyilván a lazaság az most lehet, tehát lazítani most lehet a gyerekeknek. Futás, gimnasztika, erősítés, lazítás és minden nap más alapelem gyakorlása. Egy hetes edzésterveket készítenek versenyzőiknek a PSN ZRT edzői, majd délután 4 és este 8 óra között megnézik az aznapi videókat és javítják a technikát, de az edzői jelenlétet nem lehet pótolni, vallják a szakemberek. Ugye a Munival egyeztetjük, hogy milyen feladatokat is kellene csinálni, és akkor próbálok én ehhez ilyen referenciáinkat keresni a YouTube-on, ugye nagyon-nagyon sok videó található fönn torna a témában, és amerikaiak, franciák, hollandok nagyon-nagyon sok ilyen oktató videókat tesznek föl, és ezeket adom én tovább a lányoknak, és ugye ez ad nekik egy ilyen vizuális élményt is ahhoz, hogy mit kell csinálni, nem csak leírva látják a feladatokat. A kemény edzésmunka mellett kihívásokkal is motiválják egymást a tornászok. A PSN ZRT egy versenyzője például a világ legjobb tornásznője kihívását teljesítette. Az amerikai Simone Biles kézállás helyzetben levette a melegítő alsóját, Bogi pedig megdöntötte a rekordot. Újra kinyitott a Kártaréna Gokart stadion, igaz egyelőre egy karanténbajnokság erejéig. A külön értékelt és virtuális eredményhirdetéssel záruló futam szombaton és vasárnap 10 és 15 óra között zajlott korlátozásokkal. Hátul én egy tapasztalat 20-as tábla, amikor a 20 méter ott a féktávra, onnan próbálj meg fékezni, és akkor szépen tudsz bemenni a kanyarba, irányítottan, nem fogsz elcsúszni. Nem mentem még azon a vezetésen. Az első 5 percen azt próbál, a többi az meg ugyanaz, de ott hátul az egy kritikus pont, mert ott nagyon sokan akarják rövidebb féktávot venni, és elcsúsznak. Vadász Péter épp az egyik új versenyzőt látja el hasznos tanácsokkal. Német Zsolt másodikként érkezett a karanténbajnokságra. A pályán egyszerre csak egy versenyző lehetett, saját bukósisakot kellett használni, illetve minden versenyző után fertőtlenítették a gokartokat. Örültem, mert idén még szerettem volna több versenyen részt venni, de ugye a helyzet miatt ugye sok mindent versenyt töröltek, ugye nem csak itt, hanem az országban több helyen, és örültem, hogy végre valahol tudunk egy pár kört menni. Ezen a vonalvezetésen nem jártam még, ezen nem mentem, egy féktávot emelt ki, amire azt mondta, hogy figyeljek nagyon, igyekszem. Mi a célod most ezen a mai napon? Hát egyrészt egy gokártozni egy jót. Igazából a verseny annyira, hogy most így szét van szórva, hogy de akár reggel 10-től, ugye délután 3-ig mennek a versenyek, ugye más a időjárás, biztos más lesz délután is. Más az aszfalt hőmérséklet, máshogy fog, de úgyhogy próbálok a versenyt is figyelni, de elsősorban csak a kikapcsolódás, hogy azt, hogy egyet gokártozzam, az a fontos ma. A mosdó és a büfé a verseny ideje alatt is zárva tartott. A karanténbajnokság mindkét nap 10 és 15 óra között zajlott.
hogy ez most nem egy olyan szokásos verseny, ahol a legjobb idő a fontos, hanem az, hogy folyamatosan jó időt menjenek, és a legjobb átlagidőt fogjuk alapul venni. Ugye ez most egy ilyen ráhangolódás a szezonra, hogy remélem mi hamarabb felszabadul a világ, és meg fogjuk tudni kezdeni azt a szezont, amit elindítottunk. Mindig egy ember lehet a pályán, fél órás intervallumokban vannak beosztva az emberek, hiszen ugye van egy 5 perces szabad edzés, egy 20 perces futam, ugye a 20 perc alatt kell ugye a legjobb átlagidőt teljesíteniük, és akkor így nincs találkozás a pályán, mindig egy ember van itt. Ugye nyilván ugye itt a közösség szabályokat be kell tartani a mindenkinek, és akkor ezek alapján így rendezzük meg ezt a futamot. A büfét nem szolgálunk fel, ugye semmilyen üdítőt, a WC-ket nem tudják használni. Feltétel volt, hogy mindenki hozzon saját sisakot, viszont erre már megtaláltuk a megoldást, hogy az elkövetkezendőkben, hogyha felszabadul a helyzet, akkor egy ózongenerátoros dobozban fertőtlenni fogjuk a sisakokat is. Parkolunk az most már teljes mértékben üzemkész, megvan a kerítés, le van döngölve, le van simítva az aszfalt is, úgyhogy a kerítésünk is körbe teljesen rendbe lett téve, fűnyírás is megtörtént, úgyhogy hál' Istennek most azt mondom, hogy már teljes 100%-os készenlétben vagyunk a nyitásra. Az Országos Ügyeleti Központ közben engedélyezte a pálya szigorú szabályok betartása melletti újranyitását május 1-ével. A korlátozó feltételekről a Kárt Aréna Gokart Stadion honlapján és közösségi oldalán olvashatnak az érdeklődők. Önök Pálya című sportmagazinunkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!